Nyolc perc múlva lesz fél kilenc, folytatjuk a ma reggelt. A magyarok többsége elutasítja Brüsszel javaslatát a hatáskörök újabb megcsorbításáról. Ezt állapította meg az Alapjogokért Központ legfrissebb közvéleménykutatása. A felmérése az Európai Bizottságnak azzal a javaslatával kapcsolatban készült, amely célként fogalmazza meg, hogy az uniós intézmények brüsszeli pénzből beavatkozzanak a tagállami referendumokba és kampányokba. Fritz Tamás a témában, Balázs következő vendége aki virtuális úton van itt velünk, ő az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója. Tiszteletem, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Hát az Európai Bizottságnak ez a bizonyos javaslatcsomagja, amiről szó van, ez a Transparencia és Demokrácia névre keresztelt csomag az alapja ennek a kutatásnak, ugye, amely két kérdést vizsgált egy picit általánosságban, először azért beszéljünk arról, hogy miért volt szükség erre a kutatásra? Azért volt szükség erre a kutatásra, mert rendkívül lényeges kérdés az, hogy a tagállamok megőrizzék a szuverenitásukat az Európai Unión belül, és ez a fajta bizottsági törekvés egyértelműen a tagállami szuverenitás súlyos sorbítását jelentené. Tehát meg kellett, hogy kérdezzük az embereket arról, hogy mi erről a véleményük, hogy ne pusztán arról legyen szó, hogy a politikai véleményformálók vagy a politikusok mit gondolnak erről, hogy mi a, hogyan fogadják ezt a magyar állampolgárok és hát nagyon határozott többségben vannak azok a véleményformálók, akik elutasítják az Európai Bizottságnak ezt a fajta hát beavatkozási törekvését a választási folyamatokba. Tehát egyrészt ugye a politikai reklámokkal kapcsolatos szabályokat akar bevezetni az Európai Bizottság, meg akarja szabdi ezeknek a rendszerét, módszerét, finanszírozását. Ami még ennél is súlyosabb az az, hogy az Európai Bizottság azt is ki akarja szűrni, hogy álhírek jelenjenek meg a politikai reklámokban, már áll, áll, állítólagos álhírek, amit ők döntenek el, hogy álhír vagy nem álhír. Tehát a fake news vagy valódi hír között uh, tulajdonképpen a bizottság akar igazságot tenni. Na most Ugyan, ugye melyben... ezek. Igen, de hogyha már említette a két kérdést, amit kutattak, akkor nézzük is meg, mert mi elkészítettük az ábrákat ezzel kapcsolatban. Akkor első körben, amit először ön is említett, azt nézzük meg, hogy a politikai reklámok az egyes tagállamok esetében országgyűlési választások és népszavazás kapcsán mit kutattak, mit kérdeztek meg, és mik lettek az eredmények. Mindjárt megmutatom. Hát ez volt a, az volt a kérdés, hogy egyetértenek-e az emberek azzal, hogy az Európai Unió beleszóljon a politikai reklámok szabályozásába, és hát mint ahogy látható is a táblázatban, 59% nem ért egyet ezzel a javaslattal, vagy ezzel a bizottsági törekvéssel, 33% inkább egyetért, és 8% nem tudja, vagy nem válaszolt, de hát ez az 59% ez szerencsére magáért beszél, tehát ez olyan, majd, hogy nem kétharmados többségben az emberek úgy érzik, hogy nem szabad engedni azt, hogy külső erők szabják meg azokat a szabályozásokat, amelyek tulajdonképpen tényleg egy nemzetnek, egy tagállamnak a belső ügyeihez tartoznak, mint sok más kérdés is, csak hozzáteszem, hogy amikor szuverenitásról beszélünk, akkor egy kulcskérdés tulajdonképpen a választásoknak a szuverenitása. Tehát egy nemzetállam azáltal válik igazán szuverénné, hogy a saját szabályai szerint, a saját eljárásai szerint ö, indít pártokat, ugye egy országban egy politikai küzdelem zajlik, és a választások eredményeképpen létrejön egy kormány, még egy ország szuverén kormánya. Na most, ez a leg, legfontosabb feltétele annak, ez a fajta nemzeti önállóság, hogy megmaradjanak a tagállamoknak a szuverenitási feltételei. Tehát ez egy kulcskérdés ilyen szempontból. A másik dolog, amit vizsgáltak, ugye, amit ön is említett, hogy az Európai Bizottság azt is megszabná, hogy a politikai hirdetéseknek milyen legyen a, a tartalma, és a nem tetszőket azokat ugye kiszűrni. Itt ugye a fake news nem fake news kérdése jött elő, hogy ön is említette, itt is mutatjuk már is az ábrát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Itt mit vizsgáltak, és mondjuk el itt is, hogy milyen eredmény született. Hát ugye itt, itt is magáért beszél a kérdés, hiszen arról van szó, hogy beleszólhat-e az Európai Unió abba, hogy mik az álhírek és mik a valós hírek, vagy pedig ezek egy nemzeti választás során egy adott ország szabályrendszeréhez tartoznak, hogy ezek a kérdések hogy dőlnek el. Tehát mik a valós hírek és mik az álhírek, ez nem egyfajta nemzetek feletti valamifajta szervezet döntse el, mert akkor valóban megint csak a szuverenitás kerül veszélybe. És mint láthatjuk az eredmények alapján, a szűken is, de megvan egy abszolút többsége annak a véleménynek, az emberek úgy gondolják, hogy nem szólhat bele a nemzetek feletti bizottság ezekbe a kérdésekbe, ezt nemzeti hatáskörbe kell tartani. Ez azért fontos, hogy van egy, láthatóan van az embereknek egy jó értelembe vett demokratikus önvédelmi reflex, Érzik azt, ér, észreveszik azt, hogy van itt egy lopakodó föderális törekvés a bizottság részéről és az unió elitje részéről, hogy már abba is beleszóljanak, hogy milyen témák határozzák meg egy adott ország választását, és kik a megfelelő szereplők, és kik a nem megfelelő szereplők. Tehát ez egy olyan lopakodó beavatkozás, aminek megállt kell nyilván parancsolni, mert gyakorlatilag arról van szó, hogy az a veszély áll fenn, hogy az Európai Bizottság azt a jogot vindikálná magának, hogy ő szabja meg azt, hogy mi az igazság és mi a hazugság. Tehát nem egy nemzetállam polgárai döntenék el ezt a kérdést, hanem egy felettes szerv, és akkor már jól látszik ebben az a törekvés, az az egyértelmű törekvés egy ilyen, szuperföderális állam létrehozására, amelyet ugye a bizottság testesítene meg, és amely tényleg megszabná azokat a szabályokat, akár pénzügyi, akár a reklámozással kapcsolatos, akár a politikai tartalmakkal kapcsolatos szabályokat, amelyek végképp a nemzetállamokat alárendelnék ennek a központnak. Tehát ez tényleg tipikusan egy ilyen birodalmi állapot felé vinné el az Európai Uniót, és ez a legnagyobb veszély ebben a kérdéskörben, úgyhogy erre különösen oda kell figyelnünk. Nem csak ebben az esetben, ami most ez a javaslatcsomag, amiről beszélünk, hanem több más esetben is említette lopakodó föderalizmust. Ugye itt van például a jogállamiság kérdés. Ugye érdekes, hogy az Európai Bizottság most már politikai eszközöket használ, és nem is próbál meg olyan rendszerek mögé bújni, ha úgy tetszik, mint a jogrendszer például, vagy lefektetett, alapszerződésben lefektetett szabályok, amelyekben egyetértenek mondjuk a a nemzetállamok. Hogy lehet védekezni ezzel ellen nemzetállami szinten, amikor mondjuk politikai szándék vezet egy uniós testületet? Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen, amikor ők azt mondják erre a javaslatukra, ugye úgy szól, hogy transzparencia és demokrácia. Ez a, a bizottság így el a javaslatát. És ugye az a probléma, hogy egyrészt a nem transzparens, ez a javaslat, hiszen nem tudjuk, hogyan jutottak el idáig. Másrészt még a legkevésbé sem demokratikus, tudnék, miről van szó. Az uniós alapszerződésekben az Európai Bizottság nem rendelkezik azokkal a jogokkal, amelyeket most magának akar vindikálni. Tehát, tehát a demokráciát maga a bizottság veszélyezteti. Az Európai Uniós szerződésekben kialakított demokratikus rendet, ezt a bizottság veszélyezteti azzal, hogy egy többlethatalmat, egy súlyos többlethatalmat akar a kezébe vonni. Mondom, még egyszer ő akarja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ezzel ellen hogy lehet védekezni? Erre egyet tudok mondani, és lehet, hogy meglepő, amit fogok állítani, hogy az ilyen típusú határozatokat és javaslatokat, amelyeket ők egyfajta törvényesnek tekintenek, meg kell tagadni. Tehát nem szabad elfogadni ezeket a javaslatokat, még akkor sem, hogyha ezt kellő eréllyel, és hát hogy a bizottsági súlyjal akarják bevezetni, tudjuk szembe mennek az Európai Uniós alapszerződéseket. Nekünk a tagállamoknak jogunk van ahhoz, hogy ezeket ne hajtsuk végre, ezeket a határozatokat és javaslatokat, hiszen alapvetően erre senki nem jogosítja fel a bizottságot. Tehát szembe kell menni az Európai Bizottság ezen törekvéseivel a tagállamoknak. Ebben mi élen szoktunk járni, úgyhogy gondolom, hogy a továbbiakban is ezt fogjuk tenni. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.